Sziasztok! Ez itt a vadászblog újabb külön kiadása. Bocs, hogy piros a fejem, de... Csendben maradt. Na. Szóval, hogy most jövök hazafele a vadászatból, és gondoltam, csinálok egy videót ezzel a, vagy erről a Psionics Aurora kameráról, és a fejlámpám adja a fényt, meg a kocsiba ez a minimális világítás, viszont hogy ne vakuljak meg, ezért a piros fény adja a kis derítést a pofámnak, de így legalább láttok valamit. Még turboztam egy kicsit a világításon, ha már ez a szakmám. Szóval, hogy most jövök haza a vadászatból, és kipróbáltam még egy kicsit ezt a Psionics Aurorát. Aki nem tudná, hogy mi ez, menjen fel a blogra, mert már egy írásos teszt készült róla. Erről annyit kell tudni, hogy egy, hát mondjuk úgy, egy új generációs digitális éjjellátó, ami azért híres, mert hogy nem kell hozzá vető. Lehet hozzá használni infravetőt, még a 940-es, 980-as infratartományt is látja, viszont ez annyira nem szükséges, mert hogy baromi érzékeny, jóval érzékenyebb készülék, mint a sima vadászati célú éjjellátók. Azért mondom ezt így, mert ezt a Psionics Aurorát ezt leginkább éjjel és nappal látó akciókameraként árulják. Ez egy 2018-ban bemutatott termék. Amerikai, azt hiszem. Na, ezt nem tudom most így fejből. Összekevertem a SpyPoint kamerákkal, mert az biztos, hogy kanadai. A Psionics szerintem amerikai. Na mindegy. Lényeg az, hogy a kínaiak már tanulmányozzák, ahogy hallottam. Szóval ez egy nagyon érzékeny kamera, fotó és videó felvételre is alkalmas, és hát a tesztben azt írtam, hogy szürkület végéig nagyon jó eredményeket lehet vele elérni. Ahogy az utolsó fények is elfogynak és nincs hold, onnantól lehal a kamera, és már csak egy zajos képet mutat, ezt be is mutattam a blogon egy mintafotóval. És a cikk végén egyébként azt ígértem, hogy lesznek mintavideók is. Az összes fotó egyébként, ami a cikkben van, az videóból lett kivágva. Ennek annyi az egyszerű oka, hogy ha fotót készítünk a kamerával, akkor végez rajta valamilyen erős zajszűrést, és teljesen más lesz az eredmény, mint amit a kijelzőben lehet látni, és hát mi vadászok meg arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit lehet látni benne, amikor nézelődünk vele. Na most nem mondom el még egyszer, amit a cikkben leírtam. Röviden annyi a történet, hogy szerintem ez a mostani Aurora, ez a zöld mintás, ez vadászatra még korlátozottan alkalmas. Jön most az Aurora Pro idén tavasszal, ami egy ilyen aranyszínű dizájnt kap, nem zöldet, ebből lehet megkülönböztetni. De az viszont annyiból lesz jobb, most csak közben itt egy bagoly röpköd előttem. Az Aurora Pro annyival lesz jobb, hogy csillagfény is elég neki. Még a mostani sima Aurorának azért kell némi vagy holdfény, vagy ha közel vadászunk a városhoz, és mondjuk felhős az égbolt, akkor felhőkről visszaverődik annyi fény, hogy ez elég legyen a kamerának, de azért még így is egy kicsit zajos képet ad. A másik probléma vele vadászaton, hogy egyáltalán nincs nagyítása, még csak azt sem mondanám, hogy egyszeres nagyítású a kamera, hanem konkrétan kicsinyít, tehát ez egy nagy látószögű cucc. Ugye akciókamerának árulják, akciókamera szemmel nézve még karcsú is, mert egy GoPro-nak mondjuk van, nem tudom, 120 fokos látószöge, vagy valami ilyesmi, majdnem halszem, optika. Ahhoz képest ez az Aurora, ez egy 47 mm-es ekvivalens gyújtott távolsággal rendelkezik, ez ilyen fotószak zsargon. Lényeg az, hogy ez így az emberi szemnek megfelelő látószög egy szemünknek. És hát ez nagy, tehát ez 40 fokos látószöge van, ami ilyen hőkamera, digitális éjjellátó, meg kereső távcső mércével nézve ez óriási, tehát
az erdőben nézelődik vele az ember, akkor marha jó, de nyílt placokon, ahogy ma is próbáltam a kamerát, ott hát ma egy kicsit átformálódott a véleményem egyébként a cikkben leírtakhoz képest, mert azért használható, de nagyon-nagyon hiányzik egy, ahogy a cikkben írtam, egy 2-3-szoros nagyítás kamerának, sokkal jobban lehetne, használható lehetne, csak hát ahhoz, hogy tartsák az objektívnak a fényerejét, meg kicsi tudjon maradni a készülék, mert gondolom a gyártónak ez a koncepció, hogy ez egy zsebben elférő kamera kell legyen. Ha már itt növeljük a gyújtótávolságot, a nagyítást, és még akarjuk tartani ezt az F1.4 körüli fényerőt, az bizony méretnövekedéssel jár. Én azt mondom, hogy vadászatra ezt így el tudnánk viselni, cserébe olyat tud a kamera, amitől így az agyatokat eldobjátok. Én legalábbis eldobtam, amit most ma néztem. Ma ugyanis egy olyan helyre jöttem vadászni, ahol hát egy kicsit mások voltak a fényviszonyok, ugyanúgy nincs hold, ugyanúgy tiszta csillagos volt az ég, volt egy-két felhő volt csak az égen, és simán lehetett a kamerával látni, még szürkület után is, amikor még egy kicsit derengett az égbolt alja, még akkor is baromi jó volt, és amikor már teljes sötétség volt, és a 8x56-os távcsővel már tényleg az ember csak foltokat lát a vetésen, a kamera az, a Psionics, ez egyszerűen, hát ha nem is napvilágot csinált, de baromi világos volt. Azt mondtam a cikkben is egyébként, hogy mivel infrafényt is lát, ezért a zöld színű vegetáció az világos lesz. Hát ez egy ilyen jellegzetes dolog a infrafotózásban, ezt ki is szokták használni, lehet, hogy már láttatok ilyen fotókat, hogy fehérek a fák, és tök fekete az égbolt, ilyen művészkedés, azt így csinálják, hogy infrafénnyel fotóznak. A lényeg az, hogy itt ma is város közelben voltam, egy ilyen 5 kilométerre a nagyvárostól, és ez adott elegendő fényt ahhoz, hogy így lehessen látni a kamerával hold nélkül is. Sokkal jobb volt a helyzet, mint a múltkor, amikor egy ilyen erdei nyiladékon próbáltam a gépet. Plusz az, hogy körülöttem minden zöld volt, a gabona, a repce, ugye minden már teljesen bedurrant, úgymond így márciusra, úgyhogy világos volt a talaj, és marha jól lehetett látni a kamerával az állatokat, amik így kijöttek a vetésre. Meg kellett állapítsam, hogy ez a nagyítás hiánya, ez átverős. Volt olyan, hogy szentül hittem, hogy disznót látok, aztán lehet, hogy nem az volt. Most látjátok a fotón is, meg videót is csináltam róla, de a jó Isten se tudja megmondani, hogy ez milyen állat volt. Ez olyan nagyjából 270-300 méteres távolságba jött ki. 8x56-os keresővel is feketének tűnt, tehát ebből következtetek arra, hogy lehet, hogy disznó volt. De utána, ez már vadászat végén volt, elindultam kifele a kocsihoz, és akkor is sikerült eljátszani egy olyan jelenetet. Belenéztem a kamerába, kifele menet, és a repcén látom, hogy ott áll a nagy sötét folt, jó messzinek tűnt, úgyhogy egyből lelassítottam, szépen óvatosan cserkelgettem felé, a szelem az jó volt, onnan visszajött a disznó. Aztán már nagyon lemerülőben volt a kamera, úgyhogy kibe kapcsolgattam minden belekukkantás előtt, egyébként nagyon gyorsan kapcsol be a gép, ez egy pozitívum, hogy alig van bekapcsolási ideje. És hát még mindig nagyon messzinek tűnt, de hát tudtam, hogy nagyítása az semmi, konkrétan kicsinyít, úgyhogy mondom, már biztos elég közel lehetek. Persze a kereső távcsövet már elraktam a hátizsákba, úgyhogy gyorsan lepakoltam földre, fölvettem a puskát, nézem a céltávcsővel, azzal is látom a sötét foltot, de látom, hogy hosszú lábai vannak, meg magas, hát mondom, ez szarvas lesz, mondom, mindegy, fölvillantam a lámpát, aztán csak megnézem, hogy egyáltalán kiféle, miféle. Nyilván lőni nem szándékoztam, csak megnézem. Fölnyomom a lámpát, és akkor látom, hogy 50 méterre egy őssuta
figyel rám, úgyhogy konkrétan a 50 vagy 70 méterre lévő őzet ebbe a kamerába 150 méterre lévő disznónak hittem, tehát így csalóka sajnos a dolog. De nagyon ígéretes a technológia, főleg ami jön ez az Aurora Pro, ezzel még többet lehet majd látni. Én nagyon imádkozom, hogy vagy valaki koppintsa le és csinálja meg rendesen vadászati céllal, rendes nagyítással ezt a készüléket, hogy maga a Psionics kapjon észbe, hogy igen komoly piacot tudnának szerezni, hogyha egy kicsit a vadászok felé is elmozdulnának, és nem csak ezt a tájképfotózós formátumot erőltetnék, mert használható így is, tehát konkrétan ma este a rókát azt ilyen 150 méterről lehetett vele látni, már jóval szürkület után, ahogy kint kevergett a búzavetésen, meg láthatjátok a borzot is, az bejött a les alá, és konkrétan színes felvételt lehetett róla csinálni, pedig már az is bőven szürkület után volt, vagy a szürkület legvégén. Szerintem az már akkor már bőven egy órával a naplemente után voltam. Úgyhogy nekem nagyon szimpi ez a sztori, csak lehetne még egy kicsit csiszolni rajta. Meg hát az ára sem az a tipikus kínai éjjellátó kategória. Tehát ez az alap Psionics Aurora, ha jól láttam, ez 599 dollárba került. Most szerintem ezt ki fogják vezetni, vagy nem tudom pontosan mi lesz a sorsa, mert utána kiadtak egy 399 dolláros Aurora Sportot, ami azt hiszem, hogy még inkább vízálló, meg ütésálló, az ilyen fehér színű. És most jön az Aurora Pro, az meg 1000 dollár lesz. Az meg azért már erősen hőkamera kategória, hogyha ahhoz még hozzáadjuk a vámot, meg a magyar áfát, meg kutyafülét. Az már szerintem átszámolva, főleg, hogy most ilyen kafa a dollár árfolyam, ilyen 420 ezer forint körül lenne, hogyha most itthon megjelenne. Ezt most csak így satszolom, meg tippelem. Nyilván ezt majd a magyar forgalmazó fogja eldönteni, hogy mennyibe fog kerülni ez a készülék. De ígéretes, na. Úgyhogy ennyi. Folyt köv. Ez a második videó. Tartok hazafele. Maradj otthon. Én is otthon maradok. Csak vadászni jöttem ki. Beírókönyvbe a tollat. Gumikesztyűbe fogom, emberekkel nem találkozom. Úgyhogy amíg ezt lehet nyomni, addig nyomom. Éljen a vadászat. Sziasztok!